Jó estét kívánok! Ez a Szombathely ma, a Szombathely Televízió közéleti magazin műsora. Köszöntöm a nézőket! Nézzük, milyen témákkal foglalkozunk mai adásunkban. Elsőként a Szombathelyiek Egészségéért Egyesület és a Zonta Klub meghívja a város női lakosságát Szombathely zöld szívébe október 2-ára, az emlőrák elleni küzdelem világnapjához kapcsolódó figyelemfelhívó sétára. Erről fogunk egy kicsit beszélgetni. Aztán 20 éves a Mici Mackó óvoda, melyet az intézmény ünnepi műsorral, a Barátom a Mackó elnevezésű rajzverseny eredményhirdetésével, valamint Mackó és rajz kiállítás megnyitásával kíván megünnepelni. Ezzel fogunk foglalkozni a későbbiek során, és megismerkedhetünk egy kicsit, felidézzük az elmúlt 20 évet az óvoda történetéből. Végül pedig több mint 40 munkáltató kínált állást, és közel 2000 látogató fordult meg munkát és képzést keresve a kormányhivatal és a Vasmegyerei Iparkamara közös kétnapos állásbörzéjével. Ennek részleteivel ismerkedhetünk meg adásunk végén. Tartsanak velünk, azonnal kezdünk! Köszöntöm a stúdióban vendégeimet, Milisécsné Tátrai Beatrixot, a Szombathelyiek Egészségért Egyesület elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Valamint dr. Stánics Éva, a megyei tiszti főorvost. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Először is elnökasszonytól kérdezem, hogy miről szól ez a rendezvény? Ezt a rendezvényt az Egyesületünk negyedik éve szervezi meg, és azért, mivel ennek az Egyesületnek az alapító tagjai védőnők, a védőnőknek a feladata a prevenció, és az emlőrák elleni küzdelem tulajdonképpen a prevencióhoz kapcsolódik, és ez az október 1-e az emlőrák világnapja, ennek a környezetében szoktuk ezt megrendezni. Igazából azért, hogy felhívjuk a nő lakosság figyelmét, illetve a nőknek a figyelmét arra, hogy az emlőrák megelőzhető, azzal, hogyha, illetve korán felismerhető, hogyha ismeri az ember az testét, meg tudja vizsgálni minden hónapban, ez az önvizsgálat lehetőséget ad arra, hogy minél előbb a legkisebb elváltozásokat is fel lehessen fedezni a női testen, és akkor így minél előbb kórházba, vagy pedig ellátásba kerülhetnek. Doktornőt kérdezem, hogy miért fontos az emlőrák korai felismerése, illetve az erre való odafigyelés, különösen nők esetében? Igen, hát a női nemnél az emlő rosszindulatú daganata az egyik leggyakoribb betegség a rosszindulatú daganatok közül, illetve sajnálatosan a leginkább halálhoz vezető rosszindulatú daganat. Ezért is nagyon nagy erők mozgósításával 12 éve tart a megelőzés népegészségügyi programja, ami a közismert mammográfiás szűrésben nyilvánul meg. Nagyon fontos dologról van szó, hiszen a megjelenés arányában és a megjelenés alakulásával lehet csak valóban egy populációban, esetünkben Magyarországon vagy Vasmegyében, az emlőrák halálozását mérsékelni és csökkenteni. Hogy fog zajlani ez a rendezvény? Hogy kell elképzelni ezt a sétát? Igen, ez egy nagyon szép rózsaszín rendezvény lesz. És úgy készülünk, hogy Szombathely zöld szívében a csónakázótók körül fogjuk ezt most megrendezni. Egyrészt azért, mert most lett kész ez a nagyon szép sziget és a hozzátartozó két híd, és ennek a sétának tulajdonképpen a jelképe egy hídon való átsétálás. És ez a két híd nagyon jó helyszínt ad most ennek a programnak. Szeretnénk rózsaszínbe öltöztetni a hidakat, és azon fogunk majd átvonulni, indulunk majd a régi hídnak a hídfőjétől, a kiskörben körbe sétáljuk majd a tavat, és az új hídon fogunk bejutni a szigetre, és onnan újra a régebbi hídon keresztül fogunk sétálni, és utána pedig a Claudius Hotelhez, ahol egy ilyen szakmai programot szeretnénk a lakosság részére biztosítani. Ahol lesz tanácsadás, meg lehet nézni a mammográf, illetve meg lehet nézni a mulázsokat, az emlőmulázsokat, ahol ki lehet majd tapogatni, vagy érzékelni az elváltozásokat az emlőben. Ez egy nagyon jó ilyen gyakorló lehetőség a nők számára, hogy kell az emlő önvizsgálatát elvégezni. És azok a szakmai részek, azok nem ilyen
szakembereknek szólók, hanem inkább a lakosság számára. Tehát lesz majd arról szó, hogy a szűrések miért fontosak, hogyan szervezi meg ezeket tulajdonképpen az arra hivatott szerv, és hogyan tudja megcsinálni azt, hogy a nők minden két évben eljussanak erre a szűrővizsgálatra a mammográfiai centrumba. És lesz majd szó az új mammográfiás készülékről is, hiszen tudni kell, hogy átadtak most a közelmúltban egy új mammográfiás készüléket, ami digitalizált képet készít. Ennek az az előnye, most itt elárulom, hogy lerövidül a szűrésekre való várakozásnak, tehát ott a várakozó helységben a nőknek a ideje tulajdonképpen, mert gyorsabban lehet elkészíteni ezeket a vizsgálatokat, nem kell a röntgenképeket cserélgetni, hanem a vizsgálati kép az egy digitalizált állapotba bekerül ebbe a gépbe, és bármikor előhívható és megnézhető. Ha jól értettem, akkor a tanácsadás során bárki elsajátíthatja azokat az önvizsgálati technikákat, amik során akár felderíthetik az esetleges elváltozásokat. Mennyire biztosak ezek az önvizsgálatok? Mikor, mekkora elváltozást tudnak megmutatni? Én azt gondolom, hogy vannak ilyen fokozatai, tehát mondjuk egy mammográfiás szűrés az meglehetősen pontos, egy önvizsgálati technika az már egy előrébb haladott állapotot mutat meg, de mégis van ennek jelentősége. Hogy lehet ezeket rangsorolni és a fontossági sorrendet felállítani? Így van, nyilvánvaló, hogy nem vetekedhet egy önvizsgálat a mammográfiás szűréssel, és éppen ezért nem győzünk elégszer hangsúlyozni, hogy az asszonyok, akik a meghívó levelet megkapják nagyjából két évente, bár kétségtelen van egy kis csúszás a időpontban, de ez nem probléma, ez, ha valaki rendszeresen minden meghívó levelére elmegy, ezzel nem csinál rosszat, ha egy picit két és fél év esetleg az a behívási idő. De a mammográfia az igazából 2 milliméteres elváltozásokat kimutat, tehát nincs az a kéz, ami azt meg tudnám mondani. Nagyon röviden szeretném mondani azt is, hogy a 2014-es adatok, és itt puskázok a pontos adatsorokba, 11 ezer meghívó levél ment az intézményünktől a 45-65 éves asszonyoknak a behívásra, a szűrésre való meghívásra, és mintegy 60,5%-uk, tehát valamivel több, mint a fele, 6790 hölgy jelent csak meg. Ez bizony kevés. És azért kevés, mert ez a mennyiség a népegészségügyi szempontból a halálozás csökkentéshez nem elegendő. Az átszűrtségi szint nem elegendő. Természetes, egyéni egészségnyereséget és életévnyereséget lehet ezzel szerezni egyedileg, de népegészségügyileg nem elég hatékony akkor, ha csak ilyen alacsony, hát relatíve alacsony a megjelenés szám. Bár Vas megye azért még nem áll rosszul országosan ezekkel az adatsorokkal. És gyorsan azt is mondanám, hogy 360 személy került visszahívásra, és ezek közül hát 29-en kellett, hogy további kezelésekre járjanak. Végül is ez az összes program azt célozza, mint ami október 21-én is egy úgynevezett nyílt szűrési nap lesz, és akiknél kint van a meghívó levél, azokat kérjük, hogy jelentkezzenek és jöjjenek minél nagyobb számban szűrésre, mert az elmondottak szerint ez a legbiztosabb módszer, nincs jobb, egyszerűen nem tudunk jobbat, mint a legkorábban felfedezett daganatot kiszűrni, aztán pontosan diagnosztizálni és gyógyítani. Így van a legnagyobb esély a gyógyulásra. A lehető legkoraibb kiszűréssel és a továbbvitellel meg lehet gyógyítani ezt a betegséget. Ha esetleg valaki tart az orvostól, és nem szeret ilyen rendezvényekre járni, vannak-e olyan esetleg kísérő
programelemei ennek a sétának, ami egy kicsit könnyedebb kikapcsolódást jelent, és mellette természetesen a résztvevők elsajátíthatják azokat az ismereteket, információkat, amik arra, ahhoz szükségesek, hogy megelőzhetőek legyenek ezek a betegségek. Hát, ha valaki mondjuk nem szeretne eljönni velünk sétálni, akkor ezen a napon délelőtt a prevenciós házban 8 órától 18 óráig tanácsadást is tartunk azoknak a számára, akik szeretnének eljönni hozzánk, és esetleg intim körülmények között nem sok ember társaságában megismerkedni mondjuk egy ilyen emlőmulással és annak az esetleg áttapintásával. És fogunk adni majd ilyen kisebb szórólapokat, amin rajta van az önvizsgálatnak a menete, hogy hogy kell ezt megcsinálni. Igazából az önvizsgálat arra az időszakra való, amikor a szűrések közötti időszak ugye 2 év eltelik, vagy 2,5 év, akkor az nem maradhat anélkül, hogy bármiféle módon saját magunkat megvizsgálnánk. Ez egy nagy adomány a nők számára, hogy ők ezt meg tudják tenni, és meg is tudják tanulni. És abban az időszakban, amíg a 2 szűrés között vannak, önmagukat tudják ellenőrizni, és ezzel az ellenőrzéssel tulajdonképpen, ha felfedezik bármiféle elváltozást az emlőben, akkor el tudnak menni a szakorvoshoz, vagy el tudnak menni a mammográfiás készülék, mammográfiás szűrésre, és ott tulajdonképpen tovább kerülhetnek, ha valami van. De ha hagyjuk magunkat, hogy abban a 2 évben semmit nem csinálunk, csak várunk a következő szűrésre, akkor lehet, hogy 1 év múlva valami módon előjön egy olyan megbetegedés, vagy egy olyan elváltozás az emlőben, ami 2 év múlva esetleg olyan nagyságú lesz, hogy sokkal rapidabb és sokkal erőteljesebb kezelésre lenne szükség. Tehát itt arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az emlőrák megelőzésében az önvizsgálatnak van egy prevenciós szerepe, és a mammográfiás vizsgálatnak pedig egy megerősítése és egy szűrő jellegű feladata, amivel tényleg ki lehet szűrni az elváltozásokat. Az önvizsgálattal pedig prevencióban vagyunk, hogy tudjuk megelőzni, tehát felismerjük esetleg ezeket az elváltozásokat. Tehát mindenkinek ajánlott ez a vizsgálat. A kíváncsiság muszáj, hogy megkérdeztesse velem azt, hogy és mi a helyzet az urakkal. Ők biztonságban vannak, nekik nem kell szűrővizsgálatra menni, vagy nekik is ajánlatos, vagy esetleg más jellegű szűrővizsgálatok ajánlatosak számukra? Hát természetesen ez a betegségcsoport nem jellemző, tehát elhanyagolható mértékűben jelenik meg az uraknál, de számos szűrővizsgálatra szükséges járniuk, mindenki a házi orvosánál kap erre első körben felvilágosítást, illetve további tanácsokat, amivel az ő betegségeik kiszűrhetők. Egyébként az urak bizonyos szempontból előnyösen javultak az egészségállapotukat tekintve felmérések alapján az elmúlt 10 évben. Ez egy szerencsés helyzet, és bízunk benne, hogy minél többen részt vesznek ezen a rendezvényen is, és minél többen elmennek majd a következőkben szűrővizsgálatra. Én köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, és itt voltak velünk. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, mi pedig megyünk tovább. 20 éves a Mici Mackó óvoda, és a jubileum kapcsán mi is egy kicsit felidézzük az óvoda történetét. Először képekben, aztán beszélgetünk is róla. Thank you.
köszöntöm a stúdióba a vendégeimet, Mitre Károly Mária óvodavezetőt, a Mici Mackó óvodavezetőjét. Jó estét kívánok! Valamint Antoninő Ringhofer Csillát, aki a Zonta Alapítvány a mozgássérült gyermekekért kuratóriumi tagja, ha jól tudom. Jó estét kívánok! Hát 20 év. Én azt gondolom, hogy egy ilyen jubileum és egy ilyen hosszú idő óhatatlanul visszatekintésre csábít, és még ha rövid időnk is van, hogy lehetne összefoglalni az elmúlt 20 évét az óvodának. Tudom, hogy ez nem könnyű dolog, de mégis. Jó, köszönöm. Köszöntöm a kedves nézőket. Hát 1985-re nyúlik vissza igazából az óvodának az előző élete. Próbáltak bölcsödébe, óvodákba különböző speciális csoportokat indítani, és 1995-ben egy korai fejlesztő konferencia mutatott rá arra, hogy igenis szükség van egy komolyabb intézményre, ami a gyerekeknek a speciális nevelését megoldaná. És egy fárpályázat kapcsán, valamint az önkormányzat segítségével jött létre 1995. október 1-én a korai fejlesztő és gondozó központ. Akkor még ugye ilyen néven futottunk, és az akkori Sönhez bölcsödébe, és a Napsugár óvoda melletti bölcsödébe kaptunk helyet. Hát nagyon puritán körülmények között, de annál nagyobb lelkesedéssel próbáltunk dolgozni. És hát nagy szerencsénk volt, mert ugye itt volt az alapítvány, aki nagyon sokat segített nekünk, és az önkormányzat is mindig szívügyének tekintette az óvodánkat. És 1998-ban akkor lettünk korai fejlesztőközpont és Mici Mackó óvoda. Arra már volt uszodánk, ugye nem sok óvoda büszkélkedett azzal, hogy saját uszodája van. 18 alapító tagunk volt, akkor már 38-an dolgoztunk ott. Volt egyéni gyógypedagógiai fejlesztés, csoportos gyógypedagógiai fejlesztés. A kollégák azok nagyon magasan kvalifikált szakemberek, és rengeteg terápiás tanfolyamot elvégeztek. Tehát érészterápia, gyógylovaglás, fantasztikusan sok terápia, ami hát a sérült gyerekeknek a fejlesztését segítette. És hát utána megint épületbővítés volt, akkor volt két speciális csoportunk, két értelmileg akadályozott csoportunk, egy konduktív csoportunk, és beszédjavító csoport, és hát ahogy múlt az idő, egyre nagyobb szükség volt az autista csoportra. Tehát a beszédjavító csoportunk megszűnt, és nagyon sok autista gyerek jelentkezett, és hát szükség volt arra, hogy az ő fejlesztésüket is megoldjuk. 2004 óta van kutyás terápiánk, van gyógylovaglásunk, Balogunyonban járunk ki lovagolni a gyerekekkel, 2004-ben pedig a Négy lábak az emberért közhasznú alapítvány jelentkezett, hogy pályázati pénzből ők nagyon szívesen ellátják a gyerekeink kutyás terápiás foglalkozását. Ugye természetesen ez úgy áll fenn, hogy van a tréner, aki a kutyával foglalkozik, és van a gyógypedagógus, aki pedig kitalálja azt, hogy milyen foglalkozásokba lehet bevonni a kutyát. Ez nagyon jól működik 2004 óta. Nagyon szeretik a gyerekeink az állatasszisztált terápiákat. És hát 2004-ben a Frimjakab Általános Iskolával összevontak bennünket egy egységes módszertani intézményé, és létrejött az Aranyhíd Nevelési Oktatási Integrációs Központ. Tehát most tagintézményként működünk. Meg kell említenem még, mert azt közben kihagytam, hogy az intézmény alapításának nagy részében Horváth Robert igazgató úr tényleg fantasztikus részt vállalt, nagyon-nagyon sok munkát, rengeteg mindent kitalált, ő kutatta fel, hogy milyen terápiás tanfolyamokra menjünk el. Tehát ő nagyon-nagyon sokat dolgozott ezen, hogy egy országos hírű intézmény legyen. És 2004 óta vagyunk végülis az Aranyhíd Nevelési Oktatási Integrációs Központnál tagintézményként, de ugyanúgy neveljük a gyerekeinket, és tehát a mi gyerekeink is ugyanolyan óvodások, mint a többi gyerek, ugyanúgy szeretjük őket, elvisszük őket a gyermekek házába, futóversenyre, versmondó versenyre, kirándulni, bábszínházba, koncertre, tehát mindenhova, hogy ismerjék meg a városba őket, hogy ők is ugyanolyan aranyosak, mint a többi óvodás gyerek. És hogy kapcsolódik ehhez az intézményhez az alapítvány?
Az alapítvány régen óta működik, mint valójában az óvoda, még 1991-ben az Onta Klub alapította a mi alapítványunkat, és akkor még a konduktív csoportot támogatta, és amikor az óvoda 1995-ben létrejött, akkor átvette azt a funkciót, hogy a többi gyerek érdekeit is képviseli, és neki is segít. Tehát tulajdonképpen régebbre nyúlik vissza, de a tevékenysége, amióta az óvoda fennáll, azóta folyamatos és segítő. Milyen tevékenységeket jelent ez? A fő tevékenysége egy busznak a fenntartása és működtetése. Ez a tulajdonképpen az alapítvány tulajdonában álló busz szállítja a szombathelyi gyerekeket reggel az óvodába és délután haza. Részt vesz a lovas terápiában, tudja szállítani a gyerekeket balogúnyomba is vissza, amikor a terápia működik, és bármilyen más céllal használható, például ha bábszínházba mennek a gyerekek, vagy kirándulni mennek a gyerekek, vagy bármilyen más foglalkozásra egy más helyre, akkor mindig rendelkezésre áll. Az adók 1%-ából tudjuk ezt mind finanszírozni, és körülbelül ez az az összeg, amit fel is emészti a busznak a költségei ezt az adók 1%-át, úgyhogy a többi támogatásunkat pályázatokból tudjuk biztosítani az óvoda részére. 20 éves jubileum, és erről azt gondolom, hogy muszáj beszélni. Hogy készülnek rá, mivel készülnek erre az ünnepélyes évfordulóra? Hát ma délután már volt egy közös találkozás a régi dolgozókkal, a nyugdíjasainkkal, a mostani gyerekeinkkel, a régi gyerekeinkkel jöttek a szüleivel, és hát körbeöleltük az óvodát. Végig sétáltunk az egész óvoda, tehát kívül az óvoda épületén. Utána egy gyönyörű szép születésnapi tortánk volt, amit felvágtunk közösen, és utána elbeszélgettünk a gyerekeinkkel, a szülőkkel, a régi dolgozóinkkal, felelevenítettük ezt a 20 évet. Nagyon szép volt tényleg ez a 20 év, mert az egyik kolléganőnk még elhozta a régi dalokat, amiket énekeltünk egy-egy évfordulón, vagy egy-egy közös megemlékezésem. Holnap lesz az igazi évfordulónk, ugye holnap lesz október 1-e. Hát készültünk egy ünnepi műsorral a gyerekekkel, egy óvodás műsorral, nagyon aranyosak, és nagyon lelkesen készülnek ők is. Meghívtuk a polgármester urat is, és Kocka Tibor alpolgármester urat is, ők el fognak jönni, és hát polgármester úr fog beszédet mondani, én is szeretném a 20 éves hát, múltunkat megemlíteni, hogy mi történt 20 év alatt. És utána pedig barátunk a Mackó rajzkiállításnak lesz az eredményhirdetése. Ezt a pályázatot, a rajzpályázatot a városovodáiba hirdettük meg, és természetesen a mi gyerekeink között is, úgyhogy nálunk is az egyik kislány nagyon szépet rajzolt, mackós rajzot. És a Mackó kiállítást fogjuk utána megnyitni. És pénteken pedig egy versmondó verseny lesz. Ez is az óvodásoknak hirdettük meg, és természetesen a mi gyerekeink is részt vesznek ezen. Lassan lejár az időnk, viszont nekem még van egy, azt gondolom, hogy nagyon hálás feladatom itt a mai műsorban. Ha jól tudom, említette, hogy pályázatok formájában próbálják minél több fejlesztést megvalósítani, önkormányzati támogatással valósult meg, ha jók az emlékeim, igen, a igen. Játszótér felújítása, igen. És ha jól tudom, akkor kupakot is gyűjtenek, igen, és a lelkesen. Televízió munkatársai nevében, mert hogy mi is lassan egy éve gyűjtjük a kupakot az óvoda számára, ünnepélyesen szeretnék átadni a televízió munkatársai nevében egy pár kupakot, hogy ezzel mi is hozzájáruljunk egy kicsit ahhoz, hogy még legalább 20 éve legyen a Mici Mackó óvodának, és köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Nagyon köszönjük a lehetőséget. Kedves nézőink, mi pedig megyünk tovább. Egy kicsit az állások és a karrier világába fogunk elkalandozni, mert hogy az állásbőrzén jártunk, erről készítettünk egy kis összefoglalót, majd ezt követően erről fogunk beszélgetni vendégemmel. Most először szervezett közösen állásbőrzét a Vas megyei kormányhivatal, valamint a Vas megyei kereskedelmi és iparkamara, de a helyszín is rendhagyó volt. Egy Szent László király utcai használaton kívüli ipari csarnokban állították fel a vasi munkáltatók standjait.
és ide várták a leendő munkavállalókat, a pályaválasztás előtt álló fiatalokat is. A megnyitón nagy hangsúlyt kaptak az egyetemi gépészmérnök képzés sajátosságai. Amiről 25 éve beszélünk, az úgy tűnik, hogy kezd gyakorlattá válni. Mind a középfokú, mind a felsőfokú képzésekben megjelenik az úgynevezett duális képzési struktúra, képzési lehetőség. A diáknak nem csak be kell ülni egy padba és ottan magolni a tudományt és a szakma rejtelmeit a könyvből, vagy a kiválóan képzett szakképző tanár hallgatva és annak a adott esetben az iskola keretei közötti gyakorlati bemutatói, hanem kimegy a frontvonalba, kimehet a frontvonalba a vállalathoz. A most indult műszaki felsőoktatási képzés iránt nagy volt az érdeklődés a megye középiskolásainak körében. Egész osztályok érkeztek, hogy az erről szóló előadást meghallgassák. Már kiskorom óta szerettem volna gépészmérnök lenni, úgyhogy úgy gondoltam, hogy érdeklődök utána, és eljövök erre az eseményre. Sokkal több információt adhattak a duális képzésről, ami szerintem nagyon érdekes lehetőség, és itt sokkal jobban meg lehet ismerni, mintha csak elolvasom a prospektusokat vagy könyveket. Ezért akartam eljönni. Az állásbörze azonban nem csak a műszaki beállítottságú látogatóknak volt hasznos, többek között faipari, ruhaipari, sütőipari és egészségügyi cégek, szervezetek is kerestek munkaerőt. Azokkal a cégekre kell fókuszálnunk, arra 41 cégre, aki itt kiállít, aki itt bemutatja a lehetőségeket, hogy nála milyen munka található, bemutatja a technológiai részeket. Igaz, hogy a egész technológiából csak egy-egy szegmenset tud bemutatni, de ezáltal az álláskereső, a fiatal, vagy már munkába lévő, de esetlegesen váltani kívánó fiatal vagy kevésbé fiatal olyan jellegű eligazodást tud kapni, ami a jövőben hasznos lehet számára, ugyanakkor hasznos a vállalkozások részére is, mert ezáltal a munkavállalók, akik jelentkeznek a céghez, látják, hogy mibe vágnak bele tulajdonképpen. Nincsenek könnyű helyzetben a megváltozott munkaképességű emberek, vannak ugyan, akik időszakosan el tudnak helyezkedni, de számukra is csak a végleges megoldás lehet megnyugtató. Ők is keresgéltek az állásbörzén. A 15 megváltozott munkaképességű kollega között van 5 darab tranzitálandó minősítésű kollega, akiknek 3-4 év után el kell hagyniuk a Vasi Múzeum Barát Egyletet. Egy ilyen jó hangulatú, emberi szempontokat figyelembe vevő munkahely, ez csak felkészítés számukra, utána ki kell lépniük a nyílt munkaerőpiacra, ez törvényi szabályozás. És egy ilyen rendezvényen információkat szerezhetünk a nyílt munkaerőpiac igényeiről, hová próbálhatom meg őket egyáltalán kitranzitálni. Voltak, akik egyelőre nem munkát kerestek, hanem a jól használható képesítést nyújtó tanfolyamokat térképezték fel. A felnőtt képzést végzés. Ugye a felnőtt képzés napjainkban azért fontos, mert Szombathely és azon városok közé tartozik itt a Nyugat-Magyarországon, ahol egyre kevésbé van álláskereső, és egyre kevésbé van olyan munkavállaló, akit az elsődleges munkaerőpiacra be lehet hozni. Mi képzéseket kínálunk, dominánsak a műszaki képzéseink, de a műszaki képzéseinken túl egyéb nyelvi és egyéb szakmai képzéseink is vannak. Térségünkben rendkívül alacsony a munkanélküliség, ennek ellenére nagy igény mutatkozott a rendezvényre. 2 napon át közel 2000-en fordultak meg az állásbörze és karriernap pódiumbeszélgetésein, konferenciáin. Köszöntöm a stúdióban vendégemet, Szent Györgyvári Róbertet, aki a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum főigazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye a bejátszóban elhangzott, hogy a szervezők hangsúlyosan a műszaki jellegű szakmákat népszerűsítették. Mi lehet ennek az oka? Ezekre a szakmákra nagyobb az igény, nagyobb a kereslet, jobbak az elhelyezkedési lehetőségek. Mit lehet erről tudni? Igen, mindenütt hallani róla, hogy a járműipar úgymond szárnyal az országban, és Kelet-Európában, illetve Közép-Európában a legnagyobb foglalkoztatást tudjuk felmutatni ebben a kategóriában, és Vas megyére különösen jellemző az, hogy a járműipari beszállítók jelentős munkaerőhiánnyal küzdenek, fejlesztéseket hajtanak végre, és ehhez bizony jó szakemberekre van szükség. A szakképzési centrum egy kicsit sajátos helyzetben van.
amennyire én tudom, mert hogy egyrészt, mint az állásokat kínálókkal kapcsolatban lévő szervezet, és az állások után érdeklődő képző szervezetként is funkcionál. Milyen szerepben jelentek meg itt ezen a vásáron? Így van, tulajdonképpen kettő szerepet töltöttünk be. Egyrészt a végzős szakiskolai, illetve szakközépiskolai tanulóink számára nagyon jó volt ez a bőrze, ugyanis képet kaphattak arról, hogy a különféle vállalatoknál milyen lehetőségek nyílnak számukra munkavállalóként elhelyezkedni, milyen követelmények várnak rájuk, esetleg milyen fizetésekkel találkozhatnak. Másrészt viszont tulajdonképpen kiállítóként is volt szerepünk. A felnőtt munkavállalók számára képzéseket tudunk kínálni felnőtt oktatás keretében. Ugye elhangzott, hogy a műszaki területekre nagyobb hangsúlyt fektetnek, nagyobb a kereslet az ilyen végzettséggel rendelkező szakemberekre. Mit csináljon az, aki már elvégzett akár egy felsőfokú képzést, vagy van egy szakmája, amivel vagy nem szeretne elhelyezkedni, vagy nem tud elhelyezkedni, és látja a lehetőséget a műszaki terület felé, és érez magában affinitást, mit tud ő tenni? Elmehet-e valamilyen képzésre, milyen képzéseket tudnak biztosítani nekik? Tulajdonképpen a mi szakképzési centrumunkhoz 8 szakképzőiskola tartozik, és ezekben az iskolákban már szeptemberben elindítottunk felnőtt oktatási képzéseket. Ezek iskolarendszerű képzések, és elsődlegesen a műszaki területekre koncentráltunk, úgy, mint villanyszerelő, CNC gépkezelő, CAD/CAM informatikus, de természetesen más szakirányokat is megjelöltünk, hogy akár a hölgyek is tudjanak szakképesítéseket választani, akár munka mellett is végezhetők ezek a képzések, munkaviszony mellett, illetve munkanélküliek számára is, vagy akik egyszerűen váltani szeretnének egy olyan szakképesítésről, amiben esetleg nem kapnak munkahelyet, egy másikra, amivel jól el tudnak helyezkedni. Tehát elsődlegesen a műszaki területen lévő szakmákat hangsúlyozzuk ki. Milyen szakmákról beszélünk konkrétan? Jelenleg a villanyszerelő képesítést indítottuk el, a CNC gépkezelőt, ipari gépészt, asztalost, dekoratőrt, például a hölgyeknek kiváló lehetőség, illetve CAD/CAM informatikust. Ugye említette, hogy iskolarendszerű képzések és munka akár úgy is elvégezheti valaki, hogy van egy munkahelye. Tehát ha én mondjuk azt mondom, hogy szeretnék villanyszerelőnek tanulni, de van egy állásom, ahol ott kell lennem és el kell végeznem a munkámat, hogy tudom ezt összeegyeztetni? Ezek a képzések a délután, illetve esti időszakban valósulnak meg. Időtartamát tekintve hetente 3 napot vesz igénybe, és így a munkaidő letelte után, ha valaki foglalkoztatásban van, akkor utána be tud ülni az iskolapadba, és ezt a 18-20 órát hetente véghallgatja, és a 2 éves képzés végén egy szakmunkás, vagy éppen technikusi bizonyítványt tudunk kiállítani a számára, ha sikeresen teljesíti. A képzés egyébként ingyenes, diákigazolványt biztosítunk a úgymond tanulók számára, illetve még arra is van lehetőség, hogy tanulószerződés keretében egy vállalatnál elhelyezkedjenek a tanulóink, akiknek a korhatára nem korlátozott egyébként, és akár itt ösztöndíjban is részesülhetnek, amellett, hogy munkaviszonyuk van. Akkor is ingyenes ez a képzés, hogyha valakinek van már egy szakmája, vagy egy végzettség, bármilyen végzettsége? Természetesen, akár érettsége van, vagy felsőfokú végzettsége, vagy éppen egy szakképesítése van, akkor utána egy második szakképesítést ingyenesen tanulhat állami finanszírozásban. Említette, hogy szeptemberben már elindultak ezek a képzések. Mi történik akkor, hogyha valaki most ébredt rá, hogy szeretne, kiment erre az állásbőrzére, és azzal szembesült, hogy olyan területeken van munkaerőhiány, amihez még érez is magában affinitást, viszont nincs hozzá végzettsége. Mit tud kezdeni, mikor indul a következő képzés, mikor tud beiratkozni egy ilyen tanfolyamra? Mindenképpen szeretnénk indítani képzéseket keresztfél évben, tehát a január-februári időszakban, és talán az eddiginél is több képzést szeretnénk meghirdetni, amennyit a kapacitásunk tulajdonképpen elbír, azokban mind szeretnénk indítani, hiszen az állam elvárásnak is meg szeretnénk felelni, ugye mint állami fenntartóként szeretnénk növelni azoknak a számát, akik a munkaerőpiacra ki tudnak jutni egy jó szakmával.
És bízunk benne, hogy minél többen fognak jelentkezni, és bírni fogja a szakképző centrumnak a kapacitása. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt volt velünk, és megosztotta ezeket. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, önöknek pedig köszönjük, hogy ma este is a Szombathely Televízió műsorát választották, és tartsanak továbbra is velünk, mert hamarosan következik a nap legfontosabb eseményeit összefoglaló híradónk. További szép estét és jó televíziózást kívánok. Viszontlátásra!